Jól érzi magát nálunk a magyaró. Úgy látszik, bírja ezt a nagy szárasságot, bár a napégés és a lisztharmat is gyakran megjelenik rajta, de bizony hullik a termés. Egy lyukas magyarót sem ér, tartja a közmondás, és hát ezekből a barna termésekből, ha felterjük, már is látjuk, hogy itt van a magyaró ormányosnak a lárvája, amely ellen nagyon nehéz a védekezés, mert a talajban tele át, május-júniusban mászik fel a bokrokra, elhúzódik a rajzása, tehát nem lehet egyetlen permetezéssel elcsípni az imágók, a bogarak nagy részét. Legegyszerűbb talán, ha lepedőt, ponyvát terítünk a bokor alá, és lerázzuk róla ezeket a nagyon formás kis ormányos bogarakat. Íme itt van a lárva, a kukac, az ormányos bogarak lárvája a kukac, ez már a talajba igyekezne bábozódásra és áttelelése. Tehát figyeljünk a mogyoróra, nagyon megbecsült növényünk, de bizony a lisztharmat, és a monélia ellen is védekezni kell, és a napégés is, is bántja, az is sanyargatja a növényt. Jó kertészkedést kívánok, és sikeres védekezést a mogyoróormányos elleni küzdelemben.